A 2017-18-as tanévben mintegy 1,5 millió gyerek tanul köznevelési intézményekben, 751 ezer általános iskolás, 78 ezer szakközépiskolás, 5800 szakiskolás, 182 ezer gimnazista, 168 ezer szakgimnazista kezdi meg tanulmányait az iskolákban, az óvodások száma pedig 314 ezer. Stabil pénzügyi fedezete van a tanévkezdésnek, ez nemrég a megyei szakmai tanévnyitó értekezleten is elhangzott. Többet fordítunk oktatásra. Azt lehet mondani, hogy a nemzeti jövedelem 5,2%-át, ami a közép-európai régióban az elsők között van, Lengyelország érje ezt az arányt, és az Unióban is nagyon jó helyen van, mert az uniós átlag 4,9%. Tehát, hogyha ezt az oldalát nézem, akkor rendben van. Ha a tanévkezdésnek a szülői oldalát nézem, akkor igyekeztünk a terheket minél kisebbre csökkenteni, vagy levenni a szülők a családok válláról. Ebben a tanévben mintegy 1 millió gyerek ingyen kapja meg a tankönyveket, az ingyenes érkeztetésre pedig 79 milliárd forintot fordít a kormány, mondta el az országgyűlési képviselő. Az iskolák infrastruktúráját és taneszközfelszereltségét uniós támogatásból is fejlesztik. 59 tankerület pályázhatott a forrásra. A 81 milliárdos program 400 településen jelentősen javítja majd az iskolai körülményeket. Az iskolák 20-20 program egy uniós forrás, amely az infrastruktúrális feltételeket javítja, tanterem korszerűsítés, iskolabővítés, iskolafelújítás, vagy éppen vannak olyanok, amelyek hátrányos helyzetű térségekben az iskolai terek infrastruktúrális fejlesztését jelenti. Tehát ez két pályázati lehetőség volt. A tankerületek itt a megyében úgy tájékoztattak, hogy aktívak voltak a pályázatoknál, és mintegy 5,4 milliárd forint értékben pályáztak iskolák infrastruktúrának fejlesztésére, és ez körülbelül a megyében 30 intézményt érint. A tantárgycentrikus oktatás helyett a műveltségi területek oktatását erősíti tovább az új nemzeti alaptanterv. Az iskolának felkészült kreatív diákokat kell nevelnie, az idegen nyelvoktatás és a digitális kompetencia fejlesztés kiemelt területe lesz az új NAT-nak. A 9 évfolyamos általános iskola terve további egyeztetések előtt áll.